Mentőautók is sűrűn használják a kórház hátsó bejáratát, de a város felé való ki és onnan bejutás nehézkes a rossz minőségű útszakaszon. Most a rendelőintézet építése miatt a kórház megnyitotta a Szemészetnél is a bejáratot, így megnőtt a forgalom ezen a részen. A helyzet pedig még nehezebb lesz akkor, ha elkezdődik a Béketéren, illetve a Szolnoki út, Törteli út kereszteződésében a körforgalom építése, mondta a választókerület Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőjelöltje Klément György. A tervek már elkészültek, az építkezés azonban hónapokat vesz majd igénybe. Akkor itt lesz egy komoly közlekedési káosz, pláne, hogy már a rendelőintézet is itt fog egzisztálni kint, ugye annak is lesz nagy látogatottsága, és mindennek az enyhítésére legalább a ceglédi kórház dolgozóinak, illetve a mentőknek egy másik útvonalat találjunk ki, azaz itt kinyitotta a kórház hátsó kapuját a kórház, és akkor ennek a megközelítése itt a Lövölde, Kaszárnyaszél, Oroszlán utca, és még itt közben a Bede utca részéről lehetséges, csak ezek az utak áldatlan állapotban vannak. Ezeket az utakat elsőként rendbe kell tenni, mire elérkezik az a közlekedési káosz. A választókerület önkormányzati képviselője, egyben a Fidesz-KDNP jelöltje azt mondta, az említett utcák rendbetételén túl parkolókat is biztosítani kell. Erre egyébként abszolút alkalmas a kórház mögötti útszakasz. Parkolót is kell itt kialakítanunk, de a kórházban belül is van rengeteg parkoló. Ugye a kerekpárosokról még nem beszéltem, tehát azoknak meg egyenes egyértelmű, hogy erről lesz a legcélszerű megközelíteni a kórházat. A képviselőjelölt hozzátette, mindenképpen azt szeretné, hogy jó minőségűek legyenek a most hepehupás, kátyús utcák a kórház mögött, hiszen a cél, hogy hosszú távon is a közlekedőket szolgálja. Én mindenképp aszfaltos útban gondolkodom, mert ennek azért nagyon komoly forgalma lesz, legalább egy fél éven, de lehetséges, hogy egy éven keresztül is. És ugye nincs kizárva, hogy utána is célszerű valamilyen szinten ezt megtartani, persze az itt lakóknak az igényeit figyelembe véve. A képviselőjelölt reményét fejezte ki, hogy a célját sikerül majd megvalósítani, és hamarosan lehetőség lesz új burkolattal ellátni a kórház mögötti területet.